Először rendezték meg a Dunakanyari Amatőr Jégkorong bajnokságot február utolsó napján. Bár többen is jelentkeztek, de az idő rövidsége miatt csak 6 csapatot tudtak fogadni a szervezők. A résztvevők közül a kalásziakon kívül voltak Vácról, Dunakesziről és Dunaújvárosból is. Most már negyedik éve működik ez a pálya hasonló formátumban, minélben sokat fejlődött, és már negyedik éve szerveztük meg a házi jégkorong bajnokságot, ahol azok a csapatok mérik össze a tudásukat, akik rendszeresen szoktak itt hokizni, és ide jutottunk el arra a szintre, hogy úgy döntöttük, hogy ezt egy kicsit kitágítjuk, és meghívtunk a környékről még amatőr hoki csapatokat, és az tényleg az volt a célunk, hogy kicsit ismertebbé tegyük a pályát, még több embernek eljuthathassuk a jégkorongozásnak az örömét, és meghívtunk ezért most számos csapatot, voltak, akik Vácról jöttek, de még Dunaújvárosból is érkeztek érdeklődők. Alapvetően ez a története röviden. Neked mi a kötődésed ehhez a sportághoz? Hát én gyakorlatilag egy időben tanultam meg korizni és járni, úgyhogy én egy ilyen jeges családba születtem. Régen szintén a cserkészekkel építettünk egy nagyon amatőr jégkorong pályát, akkor még csak föllocsoltuk az akkori cserkész grundunkat, és amikor elég hideg volt, akkor tudtunk rajta korizni, és egészen fapados eszközökkel játszottunk rajta a jégen. Aztán így, hogyha befogyott az Omszki-tó, szintén itt Budakalászon, akkor oda jártunk, amikor elég vastag volt a jég, de mostanában már nem elég hidegek a telek, és elég veszélyessé vált ott hokizni, és ezért is jutottunk el arra az elhatározásra, hogy közösségi összefogással létrehozzuk ezt a jégpályát, ami minden évben szépül. Idén van először sátor, és az, hogy fedett az egész pálya, így még jobban ki tudjuk használni esős, rossz idő esetén is a jégkorongpályát. Egyébként ugye maga a verseny kihirdetése az egy egészen elképesztően aranyos helyen történt. Mi a története ennek a helynek? Alapvetően, ahol most vagyunk, az a Budakalászi Cserkészháznak a kertje. És itt, ahol most télen jégpálya üzemel, itt egy homokos strandlabda pályát hoztunk létre. Ennek a helynek az a története, hogy néhány évvel ezelőtt néhány cserkész szülő úgy gondolta, hogy lenne arra igény, hogy rendszeresen egy olyan közösségi teret hozzunk létre Budakalászon, ahol mindenki otthon érezheti magát, nem csak cserkészek, és ennek a budakalászi műjégpálya talán az egyik legszebb vetülete, ahova nem csak azok járnak le, akik hokizni szeretnének, hanem sokan csak délutánonként lejönnek ide a cserkészházba meginni egy teát, beszélgetni. Mindenki kedves, és mindenki jól érzi magát, függetlenül attól, hogy éppen hokizik vagy sem.
Amatőr jégkorongbajnokságnak az az egy célja van, hogy a jégkorong csapatok találkozzanak. Közös a hobbing, szóval szeretjük egymást, és játszunk egy jót, a játék öröméért vagyunk itt is, úgy, mint bármikor a jégen. Én itt ezen a jégpályán Budakalászon tanultam meg jégkorongozni, mivel volt jégpálya, és először csak jégkarbantartóként dolgoztam itt, aztán szépen lassan rendszeresen jártam, és sikerült egész jól megtanulnom, úgyhogy az én történetem röviden ennyi. Itt vannak a barátaim is, csak a barátaimmal jégkorongozok, úgyhogy nehezen tudok jobb hobbit, sportot elképzelni magamnak. Ugye a téli 3-4 hónapban, amikor van lehetőség itt jégpályát üzemeltetnünk. Sosem jégkorongoztam profi szinten, tehát csak annyit tudok, hogy a nagy pályán van les, tilos felszabadítás és egy-két ilyen extra, ami itt az adottságoknak köszönhetően szükségtelen. Mi tényleg barátilag játszunk, amatőr szinten, a mi szabályainkat mi szoktuk kitalálni. Itt persze a bajnokságon hivatalos a szabály, és ez a Jégkorong Szövetségnek a 3v3 elnevezésű tavi jégkorong szabályzata, amit ezúton is köszönünk szépen, hogy részünkre bocsátották, és mi pedig örömmel alkalmazzuk. Az amatőr bajnokságra a profi jégkorongtól eltérő szabályok vonatkoznak. Erről is kérdeztük az esemény szervezőjét, Wettstein Albertet. Alapvetően a jégkorongról sokszor mondják azt, hogy ez egy nagyon durva sport, és viszont mi nem egészen így gondoljuk, hanem mi alapvetően a játék öröméért játszunk, ezért kicsit mások a szabályok is. Például mi nem, tehát nálunk nincsen body check, az azt jelenti, hogy a test érintkezés próbáljuk minimalizálni, hogy ne legyenek sérülések. Nem lehet megemelni a korongot, hiszen az sérüléseket okozhatna. Alapvetően kisebbek a kapuk, pontosan azért, hogy ne legyen érdemes emelni a labdát, és így egy sokkal szelidebb és egy barátságosabb jégkorongot tudunk űzni, ami azoknak is könnyen megtanulható, aki nem szeretné ezt profi szinten űzni, csak a barátaival délutánonként. Modri Bence Dunakesziről, a Jégiszony csapat játékosaként érkezett Budakalászra. Itt látszik a mezőnk is, egy amatőr csapat vagyunk Dunakesziről. Hetente kétszer szoktunk hobbi szinten edzeni. És egyébként mit vártok ettől a versenytől? Igazából csak játszani jöttünk egyet, semmi komoly. Szokott lenni cserkész, hokibajnokság, azon is szoktunk lenni. Eljöttünk, mert épp ráértünk. És egyébként a jégkorongot mióta űzöd? Gyerekkorod óta szenvedély, vagy most nem olyan régen? Hát így ezzel az amatőr csapattal egy ilyen 7-8 éve járunk már rendszeresen, hetente. Előtte meg hát így a baráti társasággal jártunk, amikor befagytak a tavak, ilyesmi, kicsiként kezdtük. És egyébként versenysportban gondolkodtál, vagy ez marad ezen a szinten? Hát most már úgy tűnik, hogy marad ezen a szinten, ilyenkor már nem fog belekezdeni semmibe, de egy kicsit sajnálom, hogy nem jártam mondjuk ilyen gimis koromban rendesen versenyszinten, mert azért lenne még hova fejlődni. És egyébként mit vártok a mai bajnokságtól? Mennyire vagytok jók, mennyire vagytok éremesélyesek? Fogalmunk nincsen a mezőnyről, mert nem tudunk semmit a többi csapatról. Mi játszunk egyet, aztán meglátjuk. A Buki All-Star csapatától vagyunk, mi vagyunk a fiatalok. Vácról jöttünk, és öten nyomjuk itt a jégen. Egyébként heti szinten nyomjuk ezt a játékot, de csak amatőr szinten gondolkodunk. Egyébként egy-egy edzés hogy néz ki, mennyit edzetek egy héten, és egyébként egy-egy edzés mennyi időt vesz igénybe? Hát heti szinten kétszer-háromszor jövünk ki, és nagyjából olyan egy órások a meccsek, vagy másfél órások, és csak játszunk, nincsen konkrét taktika, vagy ilyesmi. Egyébként te gyerekkorod óta a jégen vagy? Tehát, hogy neked ez hogy jött az, hogy jégkorongod? Nem, mi nagyjából az egész csapat kajakosokból áll, volt kajakosokból, kenusokból, és akkor ilyen hobbi szinten kezdtünk el edzésként hokizni, és így folytattuk, miután abbahagytuk a kajakot.
Akkor amikor nincs jég, akkor ti kajakoztok? Az a fő irányvonal? Hát az volt egy pár éve, de aztán most már egyetemisták vagyunk, szóval most már csak a hoki maradt hobbi szinten. Nagyon szépen köszönöm, mit vársz a mai versenytől? Játszunk egy jót. A játék öröme mellett a nyeremények is motiválták a csapatok teljesítményét. Idén nagyon hálásak vagyunk a Magyar Jégkorong Szövetségnek, az ő felállásukból az országos, illetve a regionális Erste ligába fognak a résztvevő csapatok belépőjegyet kapni, úgyhogy ezen kívül még a győztes csapatok kapnak egy speciális pólót is a bajnokságra, illetve egy kupát, és azt reméljük, hogy a következő évben, amikor ezt remélhetőleg újra meg tudjuk rendezni, akkor ez a Vándor kupa tovább száll a következő nyertes csapatra. Támogatók nélkül nem jöhetett volna létre az esemény. Ezután is szeretném megragadni az alkalmat azoknak a szervezeteknek, cégeknek, magánszemélyeknek és az önkormányzatnak, akinek a támogatásával létrejöhetett ez az egész pálya. Viszont ahhoz, hogy jövőre is meg tudjuk szervezni ezeket a bajnokságokat, és jövőre is legyen jégpálya, hogy számítunk mindenkinek az adója 1%-ának a felajánlására, illetve az önkormányzat és a cégeknek a további támogatására is, és reméljük, hogy továbbra is mindenkinek megmarad ez a közösségi hokipálya. Az esélyekről is kérdeztük a hazaiakat, vagyis a lóherék játékosait. Nekünk ez általában egy kicsit presztízs kérdés szokott lenni, szeretnénk elvinni a kupát idén is, természetesen a gyanúját is el fogja kerülni a bíró, hogy egy kicsit hazahúzzon, ezért általában velünk még szigorúbb szokott lenni. Pali egy kisé harcias játékos. Időnként vehemens, igen. Viszont megpróbálom most ezen a bajnokságon 0-2 perces kiállítással lehozni az egészet. Ez a személyes célom, a csapattal pedig a döntőbe jutás és egy jó döntő esetén a győzelem. Igen, abban bízunk, hogy Pali a elképesztő energiáit termékeny, pozitív irányba tudja csatornázni, és akkor minden esélyünk megvan arra, hogy elvigyük a kupát idén is. Ezzel az amatőr jégkorong bajnoksággal búcsúztatták az idei szezont a játékosok, abban bízva, hogy jövőre is ott folytatják, ahol abba hagyták.